Megmenekül a tetemes büntetésektől Kolozs megye, a pataréti szeméttelep után Kolozsmegyében további szeméttelepeket zárt le az önkormányzat, amely a napokban megoldást találhat a megye szeméttárolási problémáira. A Kolozs megyei egyes számú szemétlerakó után a dézsi és aranyos déresi szeméttelepekből álló kettes számú lerakót is átadták ökologizálás céljából az ezzel megbízott cégnek. 2009-ig tároltuk a szemetet itt Dézsen és a környező területeken. 2009 óta ide nem hoztak szemetet, alkalmazkodtunk a környezetvédelmi előírásokhoz és a patarétre szállítottuk a hulladékot. A jelenleg elfogadott pályázat szerint itt 12 hónapon belül elvégzik a lezárási és ökologizálási munkálatokat. Ehhez és a kolozsvári részleghez Dés 2 millió lejes finanszírozással járul hozzá. A megyei tanács elnöke a szemét lezárásán közölte, a hét folyamán várhatóan kiegyeznek felekösség önkormányzatával a megye itt kialakítandó szeméttelepét illetően. A fost e a evaluator din Brașov, evaluarea care a ieșit Brassói szakemberek végezték a felmérést, elmondhatom, hogy a tanácsnak a felek község által becsült árnak a fele jött ki. Tegnap egyeztettem erről a feleki polgármesterrel is, közösen beszéltünk a felmérést végző cég képviselőjével. Szerdán megtárgyalják ezt a helyi tanácsban, csütörtökön pedig a megyei önkormányzat véglegesíti az ajánlatot. A szeméttelepeket azért kellett bezárni, mert Románia vállalta azoknak a szemétlerakóknak az ökologizálását, amelyek nem felelnek meg az Európai Uniós előírásoknak. Az egyes és kettes szeméttelep lezárása és ökologizálása közel 10 millió euróba kerül.